Nem tudom, hogy mindenki megérkezett-e, meg hogy rendben hallotok-e, valami visszajelzés legyen, hogy láttok-e, hallotok-e. Akár ide chatbe lehet nyugodtan írni. Itt oldalt van egy chat gomb, ezt ha megnyomjátok, akkor tudtok elvileg írni chaten. Gábor, igen, igen, nagyon szuper. Osztok egy kijelzőt, és akkor röviden felvezetem, hogy miről fog szólni ez a mai program. Oké, azt kaptam vissza, hogy mehet, mert látjátok. Oké, nagyon rövid bemutatkozás rólam, meg hogy mi ez a program, amire jelentkeztetek. Ez az Antal József Tudás Központ szervezésében valósul meg ez az ingyenes marketinges előadás. Lényegében Marketing Most a címe. Röviden azt fogjuk megnézni ebben az egy órában, közel egy órában, hogy mit kell tudni a marketingről 2021-ben. És erre hoztam nektek egy ilyen viszonylag rövid, de mégis szerintem érdekes előadást, minimálisan Covid-dal fűszerezve. Erről is jut eszembe, hogy egy picit meg vagyok fázva, szerencsére nem Covid, úgyhogy ha egy-kettőt kövök, akkor azt nézzétek el nekem, de próbálok mindent úgy mondani, hogy ezt szeretném, és jó lenne hallani is. Nagyon röviden bemutatkoznék, ti nem tudjátok ezt most sajnos megtenni, de ez így lenne jó interaktívan, hogyha lenne valami kommunikáció, de legalább engem ismerjetek meg nagyon röviden. Csaba Jádámnak hívnak, marketingblogger.hu-nak vagyok a tulajdonosa, marketing szakértő és SEO szakértő vagyok, és főállásban egyébként a The Pitch SEO ügynökségnél dolgozom, mint keresőoptimalizáló szakértő, tanácsadó és elemző, úgyhogy főállásban keresőoptimalizálással foglalkozom, nem tudom, erről bárki hallott-e bármit, de ha nem, akkor erről is fogok majd szívesen beszélni. Ez ugye Google kereső optimalizálást jelenti, ez a marketingnek egy elég markáns szelete, tehát a marketingen belül kell ezt elképzelni. Röviden meg fogjuk nézni, hogy a marketingen belül milyen területek vannak 2021-ben, mire érdemes fókuszálni, és egy hogyan néz ki egy ilyen komplex marketing folyamat így 2021-ben a Covid-dal fűszerezve. Úgyhogy röviden tömören ez a mai program. És ami még fontos egyébként, hogy örülök, hogy ennyien eljöttetek, és ennek a programnak lesz egy folytatása. Mindenki, aki most itt van, fog kapni egy linket, vagy egyébként ezt már most meg is osztom ebben a chatben, ezt a linket. Eljöhettek szintén ingyenesen egy marketing mentorálásra. Mit jelent ez? Ugyanezt, amit most megbeszélünk, ezt részletesebben egyénileg átbeszéljük, konkrétan face-to-face, one-in-one, át tudjuk ezt beszélni, mindenki kap egy időpontot, aki jelentkezik, történik egy kiválasztás, és akkor utána, aki bekerül, fog kapni egy időpont javaslatot. Lehet jelentkezni időpontokra hozzám, ezeket úgy kell elképzelni, ezek ilyen délutáni időpontok lesznek, tehát ilyen 5 és 8 óra között hétköznaponként, és akkor egy órás beszélgetéssel lehet még jelentkezni marketingen belül, akár felsőoktatással kapcsolatban, szakmával kapcsolatban, igazából ilyen Q&A kérdés felelek jellegű történetre kell gondolni. Ezt a linket meg fogom veletek osztani. Ide nagyon röviden tényleg név, e-mail cím és hasonló adatok kellenek, és akkor meg is fogjuk kapni az adatokat, és akkor tudtok jelentkezni erre a marketing mentorálásra. Ezt berakom ide a chatbe, jobb oldalra, ezt itt éritek el, a chat gombot kell megnyomnotok a saját kijelzőtökön is, és akkor ezt eléritek. És akkor nagyon röviden a program hogy fog felépülni, kb. 6-ig vagyunk, 18 óráig. Szerintem lesz egy ilyen technikai 5 perces szünet valahol a felénél, azt majd eldöntöm. És ami tök fontos, hogyha bármikor bármilyen kérdésetek van, akkor azt nyilván írjátok le ebbe a chatbe, tehát nem kell beköszönni személyesen, meg ilyesmi, hanem ebbe a chat felületbe írjátok be a kérdéseiteket, hogyha vannak menet közben, és akkor fél időnél megnézem ezeket a kérdéseket, és akkor próbálok rájuk válaszolni, és majd a végén is szervezünk egy ilyen 5 perces dolgot a végén, egy ilyen kérdésfeleket. Úgyhogy akkor szerintem vágjunk is bele, és akkor nézzük meg azt, amiért ideig eljöttetek, és kezdjük el a prezentációt. Itt is szeretnék egy visszajelzést kérni, hogy látjátok-e a kijelzőt full screenbe, nem akadozik. Szerintem a kamerámat ezt ki fogom kapcsolni, hogy az ne zavarjon itt be. Egy pillanat. Másodpercet kérek. Az az internet miatt nem szokta szeretni, hogyha a kamera és kijelző megosztás egyszerre működik. Akkor most szeretnék én egy visszajelzést, hogy elvileg a kamerám nem láttok, de hallotok, és akkor most a szlájdokat pedig látjátok. Jó, nagyon szuper. Oké, ezt fogjuk elnézni, mit kell tudni a marketingről 2021-ben, de mielőtt ebbe így nagyon beleugranánk, hogy mi van most, szerintem nagyon fontos megérteni, hogy mik a marketingnek az alapjai.
Tegyük rendbe az alapokat, nézzük meg ezt. Nem tudom, hogy ki milyen fejlettségi szinten van egy marketinggel kapcsolatban, az is gondoltam ezt így fontosnak, hogy nézzük át, hogy a marketing alapjai azok hogyan tevődnek össze, és mire érdemes koncentrálni. Vegyük egy ilyen alapfeltevést, egy alapfogalmat, hogy egyáltalán mi az a marketing, mi a marketingnek a fogalma, ezt nézzük meg. Erre hoztam egy ilyen elég frappáns és nagyon rövid összefoglalást, amit szoktam mostanában mondogatni. Ha valaki megkérdezi, hogy mi az, hogy marketing, akkor én ezt igazából ezt szoktam neki mondani, hogyha valakit meggyőzöl valamilyen cselekvés végrehajtására, akkor lényegében marketinget végzel, legalábbis szerintem meg egy-két szakember szerint is. De ezt egy kicsit fejtsük ki, és akkor ezt a mondatot próbáljuk majd megérteni a mai beszélgetés során. Nagyon röviden, mi a marketing ilyen bullet pointokban tényleg. Például, életszagú példákon keresztül, hogy ne ilyen tankönyvi szöveget halljatok tőlem, mi a marketing? Például, ha feltöltöd a weboldaladat valamilyen szöveggel, akkor az lényegében marketing, mert kommunikálsz, valamilyen marketing kommunikációs eszközöket használsz, az a szöveg kommunikál helyetted, bemutatja a márkádat, téged, a termékeidet, a szolgáltatásaidat, ez lényegében marketing. Ha mondjuk influencer vagy, és valamit reklámozol, és készít egy selfie-t valamilyen termékkel, ezt megosztod a social media profilodon, akkor lényegében marketinget végzel, pedig ezt igazából nagyon röviden úgy fogalmaztuk meg, hogy készítettél egy selfie-t, de hogy lényegében ez is marketing. Meg itt van egy ilyen elég életszagú példa. Ha megpróbálod kidumálni magad egy gyorshajtásból a rendőrnek, akkor is lényegében marketinget folytatsz, tehát megpróbálod magad kidumálni, megpróbálod magad eladni, megpróbálod ezt a helyzetet megúszni. Ezek a példák egyébként Seth Godin, amerikai marketing szakembertől vannak. Nagyon jó életszagú példákon keresztül szokta ő bemutatni ezt a könyveiben, úgyhogy őt egyébként ajánlom nektek, hogyha majd érdeklődtök angol nyelvterületen marketing iránt, akkor érdemes az ő könyveit megnézegetni. Tehát ez a három példa is egyébként mind arra utal vissza, hogyha valakit meggyőzöl valamilyen cselekvés végrehajtására, akkor marketinget végzel. Ezek így az alapok. És akkor nagyon sokszor, így már, most már kanyarodjunk át így az életbe, a marketinges vállalatok közé, vállalkozások közé. Én a hétköznapok során nagyon sok vállalkozóval, kis és nagy vállalattal állok kapcsolatban, és sokszor azt mondják, hogy ugye nem marketingezünk. Ezt lehet, hogy sokszor ti is hallottátok, vagy ez így szembe jött, hogy egy vállalkozó, egy egyéni vállalkozó azt mondja, hogy ő egyébként nem végez marketinget, a termék eladja magát, a szolgáltatás eladja magát, nem nagyon kell reklámokat fizetniük, meg venniük. De hogyha valaki azt mondja, hogy nem marketingezünk, akkor az igazság egyébként az, hogy nem költenek pénzt reklámokra. De hogy látjuk az előző példákból is adódóan, hogy ez nem ugyanaz a két dolog. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem marketingezünk, akkor szinte biztos, hogy igazából csak arra utal, hogy ők nem költenek pénzt reklámokra. És a kettő között óriási a különbség, hogyha valaki nem marketingezik, vagy pedig nem költ pénzt reklámokra. Ez a kettő nagyon nem ugyanazt jelenti, de ezt nagyon sokszor egyébként komoly vállalkozók, meg komoly vállalatok is keverik, ahol mondjuk nincs akkora marketing tudatossága a fejekben, meg így a gépezetben. Úgyhogy ez az egyik mondat, amit szeretném, hogyha így megjegyeznétek, meg így elvinne a legtöbbötök, hogyha valaki azt mondja, hogy nem marketingezünk, akkor igazából csak arra utal, hogy nem költenek pénzt reklámokra. Na ezt próbáljuk feloldani ma. Nézzük meg azért egy ilyen tankönyvi definíciót is, hogy ez legyen profi keretek között. Ezt most nagyon csúnyán és gyorsan felolvasom, aztán ezt így elseperjük. Ez az egyik legjobb definíció, amit szerintem találtam, és leírja a történetet. Marketingnek számít minden olyan tevékenység, amely annak érdekében, hogy kielégítse a vásárlók igényeit, tehát a vásárlóknak vannak igényei, a marketinges elemzi a piacot, meghatározza és megismerteti az eladásra szánt termékeket és szolgáltatásokat, majd kialakítja az árakat, segít az árazásban, és megszervezi az értékesítést, hogy ez a termék vagy szolgáltatás hogyan lesz értékesítve, és milyen felületeken. Gondoljatok ugye saját webáruházra, különböző marketing csatornákra, a social médiára, ugye megszervezi az értékesítést a marketinges, hogy ez hogyan lesz egyébként értékesítve. Oké, okay. Marketing alapokról még egy-két dián van, aztán elérkezünk a jelenkorhoz is. Tekintsük át azt, hogy a marketing az honnan indult, és hogy hol tart most. Erre szolgál ez a nagyon kis rövid ábra. Én azt elfelejtettem mondani, hogy ha szeretnétek, akkor nyugodtan jegyzeteljetek, de hogy egyébként ezt a szlájdot meg fogjátok kapni, de hogy nyugodtan egészítsétek ki majd saját gondolatokkal, de ezt a szlájdot azért oda fogom nektek adni, és akkor ez így segíteni fog visszaemlékezni, mik hangzottak el. Szóval, marketing honnan indult? Mondjuk ilyen 1800-as, 50-es évekig termelésorientált marketing korszakról lehetett beszélni, ez az első ábra próbálja szemléltetni. Mit jelent ez?
1850-es évekig nagyon nagy kereslet volt bizonyos termékekre, de ez a kereslet meghaladta a kínálatot. Tehát a gyártóknak, a vállalatoknak, a cégeknek az egyetlen célja konkrétan az volt, hogy ezt a keresletet ki tudják szolgálni, tehát növelték a termelést. Minél többet termeltek, mindegy volt, hogy miből termeljenek, és adjanak el termékeket, szolgáltatásokat, de hogy pontosan milyen fogyasztói igények vannak, és azokat hogyan alakítsák ki, arra még így nem voltak nagyon tudatos dolgok, hanem úgymond ilyen túltermelés történt. A következő korszakban, az értékesítés orientációban, mondjuk 1850-től 1940-ig körülbelül volt egy ilyen nagyobb korszak, itt már sokkal nagyobb hangsúlyt fektettek a szakemberek meg a vállalatok arra, hogy megismerjék azt, hogy a fogyasztók igazából mire vágynak. Nem csak mi kitalálunk termékeket, amik megkönnyítik az életünket, hanem megismerjük azt, hogy a fogyasztók mire vágynak, mert ugye nőtt a fogyasztók jövedelme, nőtt az életszínvonal, ezt nem kell szerintem annyira bemutatni, ipari forradalom, ezekről biztos sokat hallottatok már, és lényegében ezeket kezdték el támogatni, és ebben a korszakban jelent meg így a harc a vevőkért. A különböző cégek és vállalatok között elkezdték így harcolni a vevőkért. Ezt is mutatja a következő ábra, ez a vevőorientációs szakasz, mondjuk én 1940-től 1980-ig. Ez lényegében azt mutatja meg, hogy azért van egy ilyen kávézókép rajta, mert egyre inkább megnőttek a keresletek a szolgáltatások iránt, és már egyre jobban végeztek ilyen face-to-face kommunikációt, ugye alkalmazottak vállalkozók a fogyasztókkal kapcsolatban, tehát megismerték jobban azt, hogy mire vágynak a felhasználók, és akkor ez alapján alakították ki az árakat, így tervezték meg az értékesítést, és hát lényegében ebben az időszakban született meg maga a marketing, mint így tudomány. Tehát ebben az időszakban lett kimondva azt, hogy a marketing az egy tudomány, és akkor ezt kezdték el vizsgálni és szakirodalomba feldolgozni. A következő szakasz az a társadalom orientáció szakasza volt, 1989 között. Lényegében én már ilyen elég modern marketing szemléletek voltak, és ami nagyon fontos, meg érdekes szerintem, hogy ebben az időszakban jelent meg az ilyen irracionális fogyasztás, meg a termékeknek a felhalmozása, hogy megveszünk olyan dolgokat, amikre igazából nincsen szükségünk, meg ezeket túlhalmazzuk egyébként. És ami még itt nagyon fontos ebben a szakaszban, meg ettől a szakasztól kezdve, hogy megjelenik például a fogyasztóvédelem, megjelenik a környezetvédelem, különböző hatóságok már így rálátnak ezekre a dolgokra, megjelennek ilyen tiltott termékek, alkohol, dohányra voltak ilyen példák, úgyhogy már elkezdett a társadalomban ez nagyon, nagyon beleivódni. És akkor a legutolsó szakaszt, amit globalizációnak hívunk, az a mai napig ugye tart. Lényegében ez az, amikor ugye megjelennek transnacionális, multinacionális vállalatok, a marketing az országonként változik, és ezt ugye a vállalatoknak össze kell fognia. Nagyon nem mindegy, hogy milyen marketing kommunikációt folytatsz mondjuk Kínában, és miért Magyarországon, és miért Amerikában, és ezt a vállalatoknak ilyen globális szinten át kell látni. Úgyhogy lényegében ezt a szakaszt hívjuk tömegmarketingnek, globalizációnak, és akkor ebben élünk manapság is, és ezeket az eszközöket ma is ki tudjuk használni. Úgyhogy a marketing történetéről ennyit. Szerintem ez így megmutatja, hogy honnan, hova fejlődött a marketing, mint tudományág. És foglaljuk össze, hogy mit jelent tényleg maga a marketing. Ehhez 4 P-t szoktak használni, ezt nevezzük marketing mixnek. Hogyha meg akarjuk fogalmazni azt, hogy mi a marketing, akkor a 4 P-t szokták a szakirodalomban említeni. A 4 P az angol, 4 angol szóból tevődik össze, 4 P betűs angol szónak a kezdőbetűjéből állt össze. Ezt nevezzük marketing mixnek. Az első P az nem meglepő módon a product, tehát maga a termék. Itt a marketingesek között, meg egyébként a szakemberek között is van valamilyen hát félreértés vagy vita tárgya. Itt ezt be is dobom, azt nem kell eldönteni, hogy mi a jó válasz rá. De hogy szerintetek egy rossz terméket, azt így el lehet-e adni jó marketinggel? Tehát van egy rossz termék, ami béna, azt így jó marketinggel el lehet-e adni? VS azzal szemben, hogy nem. Tehát a rossz terméket jó marketinggel nem lehet eladni, vagy pedig magát a rossz terméket jó marketinggel egyébként értékesíteni lehet. És akkor a szakemberek is szoktak ezzel egyébként vitázni, de hogy az első és legfontosabb, amiért a marketing ugye működik, maga a termék. Vagy hát szolgáltatás, értsétek ezt jól, termékről vagy szolgáltatásról beszélünk, ezeket lehet értékesíteni.
És akkor ezt, hogy így feloldjam nagyon röviden, közép és hosszú távon nyilván nem célszerű, és nem éri meg, hogyha rossz terméket vagy rossz szolgáltatást értékesítünk, hiába van jó marketingünk, mert az közép és hosszú távon nem fogja magát meghálálni. Nyilván rövid távon ezek működni tudnak, gondoljatok akármilyen gagyi, visses, nem tudom, meg ilyen AliExpress-es dolgokra, ezek rövid távon azért egyébként működnek, meg így marketinggel ezeket értékesíteni lehet. Amikor a fogyasztó így rájön, hogy hát ez nem pont az, amit vártam, nem vagyok elégedett, akkor így nem fog többet vásárolni attól a vállalattól, tehát így ezzel így lehet azért bevételt, meg árbevételt növelni, de így közép és hosszú távon egy rossz termék, meg egy rossz szolgáltatás az nyilván nem jövedelmező, nem profitábilis. Úgyhogy az első és legfontosabb P az maga a termék vagy szolgáltatás, hogy az legyen jó, és hogy ez hogyan néz ki. A következő P a marketingben a price, tehát az árpolitika. Ezt nem is ragoznám annyira túl, milyen árat választunk a terméknek, és miért. Röviden erről szól, tudnunk kell, hogy az a fogyasztó, az a vásárló, aki igazából meg fogja a terméket vásárolni, az mennyire árérzékeny, és mi az a maximális ár, amiért ő egyébként a termékünket vagy szolgáltatásunkat képes és hajlandó is megvásárolni. Tehát ez fontos, hogy képes és hajlandó, ezt így a közgazdaságban így párban szoktuk mondani, mert az, hogy valaki hajlandó megvásárolni egy terméket, mondjuk legyen ez a legújabb iPhone 13 Pro, nem tudom, Max, ezt valaki hajlandó lenne megvásárolni, de mondjuk az anyagi körülményei ezt nem engedik, úgyhogy jól be kell lőni azokat az árakat, meg azt a célcsoportot, akinek mi értékesíteni szeretnénk, hogy nekik mi az a legfelső határ, amiért az árat ki tudjuk alakítani. A következő pay a place-ből adódik, ez az értékesítési politika. Ez lényegében azt mutatja meg, hogy azt a terméket hol fogjuk árusítani, mi az értékesítésnek a helye lényegében. Ezt sem szeretném itt túlragozni. Az online, offline, webáruház, bolt, nagykereskedelem, kiskereskedelem, ilyenekre gondoljatok. És akkor a legutolsó pay, ami nagyon fontos szintén, az maga a promóció, angolul promotion, hogy ez a kommunikáció, hogy ez a terméke létezik, az egyáltalán hol jelenik meg, és hogyan juttatjuk el a terméknek az üzenetét magához a fogyasztóhoz. Erről szól lényegében ez az ábra, hogy ez az üzenet, ez hogyan jut el ahhoz a vásárlóhoz, aki ezt a terméket meg fogja vásárolni. Úgyhogy még hozzátennék egy ilyen nyolcadik P-t, vagy ötödik P-t. A négy P-t, ezt csak így zárójelben mondom, kiegészítették később a szakirodalomban 7 P-re, és akkor a nyolcadik P, szintén Seth Godinhoz fűződik. Ő kitalálta a nyolcadik P-ként a purple cow-t, tehát a lila tehenet, és akkor ezt szokták a marketingesek még így nyolcadik tehénként így bemutatni. És mit jelent ez a lila tehén? Ez szerintem tök érdekes, meg így meg lehet jegyezni könnyen. A lila tehén lényegében arról szól, hogy a klasszikus, hagyományos szürke tehén, barna tehén, fehér tehén, nem tudom, az már unalmas. A felhasználók, ami újra vágynak, tehát amikor termék vagy szolgáltatás fejlesztésen törjük az agyunkat, akkor mindig legyen egy ilyen lila tehén a fejünkben, hogy legyen az a termék valamiben különleges, legyen valamiben jobb, egy olyan problémára nyújtsa megoldást, ami eddig nem volt, és akkor ez a lila tehén ezt próbálja így súlykolni, hogy ez a termék vagy szolgáltatás, amit el szeretnénk adni, értékesíteni szeretnénk, az legyen különleges, tűnjön ki a tömegből. Tehát lényegében ez a marketingnek az üzenete manapság, hogy tűnj ki a tömegből. Mert nagyon nagy zaj van, borzasztó nagy zaj van, és hogy legyél észrevehető. Lényegében erről szól ez a lilatehénes történet. Úgyhogy ha a marketing alapokról, meg így az elméletről többet szeretnétek tudni, akkor van egy saját blogposztom a saját blogomon, ez a marketingblogger.hu/marketing. Ebben megtaláljátok ezt még nagyon hosszan és részletesen kifejtve, de hogy szerintem egy alapokban ennyi elég, hogyha ennyit beszélünk róla, vagy ennyit tudtok. Jó, nézzük meg, hogy hogyan lehet még elkülöníteni a marketinget. Szerintem az egyik legfontosabb csoportosítás az, hogy offline marketinget végzünk, vagy online marketinget. És innentől kezdve válik érdekes és szerintem a történet. Eddig tényleg csak nagyon az alapokról beszélgettünk, még így Covidról nem is volt szó, pedig ez az előadásnak a címe, ez is érkezni fog, de ugye ez az online marketinghez lesz érdekes. Úgyhogy itt választanám szét az előadást offline és online marketingre. Mi az online marketinggel fogunk egy kicsit tovább menni és foglalkozni. Az offline marketinget csak így különítsük el, hogy ezek micsodák egyébként. Offline marketing, úgy is hívhatjuk, hogy hagyományos marketing vagy klasszikus marketing. Itt arra kell gondolni, hogy mik azok a marketing eszközök vagy marketing kommunikációs eszközök, hogyha ma elvágnánk az internetkábelt, nem lenne holnaptól kezdve internet, akkor milyen olyan marketing eszközök maradnak, amikkel egyébként lehet
reklámozni, reklámüzenetet közvetíteni. És hát a legklasszikusabbak annó mik voltak, meg ezek manapság is ugye nagyon-nagyon jól működnek, hát a print média például, plakátok, országúti hirdetések, szórólapok, különböző táblák, hirdetések, postai levelek egyébként meg manapság is nagyon jól működnek bizonyos iparágokban, piacokon, amikor kiküldik a kuponokat, vagy az aktuális magazint, ugye postán, ezek jól szoktak működni. Hát a két nagy klasszikus a TV, rádió, ezeket szerintem nem kell annyira külön ragozni, hogy ezek miért működnek jól. Vannak különböző szponzorációk, kiállítások, rendezvényeken való megjelenés, és ami még ugye nagyon-nagyon érdekes és fontos, az maga a szájreklám, tehát a szájhagyomány útján történő terjedés, vagy szóbeszéd. Ez ugye nagyon fontos a marketingben, hogyha van egy jó terméked, vagy jó szolgáltatásod, vagy valami kreatívat csináltál, akkor az emberek arról beszélni fognak, és hát ehhez nem feltétlen kell internet. Régen is, hogyha megkérdezted, hogy nem tudom, ki a legjobb fodrász a városban, akkor ahhoz a fodrászhoz mentél, akit nagyon sok ismerősöd ajánlott neked, ehhez pedig régen nem kellett internet. És hát régen is voltak ugye véleményvezérek, volt PR tevékenység és influencer marketing, csak ezt nem így hívták, hanem véleményvezéreknek. Gondoljatok például csak arra, hogy mondjuk Amerikában valami híres, nem tudom, kosárlabdázónak, legyen az mondjuk Michael Jordan, a Nike készített valami személyre szabott cipőt, és akkor azt hordta, és akkor a Nike így reklámozta magát egy véleményvezéren. Úgyhogy ilyen régen is működött, és ez nem kellett internet. És akkor kanyarodjunk át az online részre, és akkor ezzel fogunk tovább menni. Nyilván az alap az az, hogy legyen valamilyen weboldalad. Tehát, hogyha nincsen weboldalad, akkor hiába akarsz e-maileket küldezgetni, hiába akarsz hirdetéseket feladni, social médiában jelen lenni, meg így Instagram profillal hirdetgetni, de hogy így ahhoz nyilván kell egy stabil weboldal, ahhoz, hogy ezeket a különböző eszközöket még ki tud használni. Hogyha influencerekkel szeretnél eladni, akkor is kell valami weboldal. Tehát azért van elő a weboldal marketing, mert ez az alap. Van még mobil hirdetés, videomarketing, szerintem ezeket mind átlátjátok, hogy így mik működnek manapság. Jó, nézzük meg a második szakaszban, hogy mi a helyzet online, és térjünk át az online marketing területére. Hoztam nektek jó pár ilyen statisztikát, ami érdekes lesz, mert marketingben sajnos, vagy nem sajnos, aki ezt szereti, nagyon-nagyon sok statisztikát kell nézegetni, használni, és egyébként készíteni, meg riportálni, akár ügyfelek felé, vagy akár vállalatoknak, akikkel dolgoztok, és ezeket jól kell tudni értelmezni a különböző ilyen grafikonokat, meg hát el is kell tudni ilyeneket készíteni. Az összes grafikon, amit mutatni fogok, az a statista vagy statista.com-ról származik, ez egy megbízható és hiteles adatforrás, úgyhogy erre fogok hivatkozni. Induljunk nagyon messziről, és akkor a végén el fogunk jutni magyarországi adatokhoz is, de általában most tekintsük át így a globális standardeket, hogy a világpiacon globális szinten milyen marketing, hogy mondjam, trendek vannak manapság. A legelsőn azt látjuk, hogy a tévé még mindig a legjobb médium a hirdetések számára, ez a grafikon most csak az Amerikai Egyesült Államokat vizsgálja, tehát a US-ben vizsgálja ezt a kutatás, és azt látjuk, hogy a TV reklámok az így 68% magasan nagyon, nagyon eredményes, és csak a TV után kezdődik egyébként maga a social media 57%-kal, YouTube 47%, rádió még mindig nagyon erős 47%, és csak így a 45. százalék környékén működnek például a weboldalak, keresők és a különböző alkalmazások, meg egyébként a TV azt mondják, hogy sokkal hatékonyabb, mint valamilyen outdoor advertisement, tehát valamilyen kültéri reklám, mondjuk egy óriás plakát, az 40%-ban hatékony, míg egy TV 68%-ot tud hozni még mindig Amerikában. Már nagyon sok ideje temetjük a TV-t, a Netflix is nagyon régóta akarja eltemetni a TV-t, de hogy így a TV az különböző piacokon, iparágokban, különböző korcsoportokban, az még mindig baromi erős, hogyha hirdetésekről beszélünk, csak ezt jól kell tudni kezelni, meg használni természetesen. Ez a következő, amire áttérünk, ez még szintén világviszonylatot mutat. Ez azt mutatja meg az ábra, hogy a különböző social media szájtok, azok milyen aktív felhasználói bázissal rendelkeznek, ugye angol millionban, tehát milliárd értékben kifejezve, ugye 2000 millió, az ugye 2 milliárd magyarul, átfordítva, ugye ez egy nagyon-nagyon friss adat, 2021 októberéből származik, tehát ez tényleg napra kész,
És hát a Facebook az magasan az első, hogyha egy aktív felhasználókat nézünk. Ez azért nagyon fontos, ugye az aktív usereknek a száma, ez havi szinten van, mert ugye nagyon nem mindegy, hogy mennyi felhasználó regisztrált, és abból mennyi aktív havi szinten. És akkor ezek az aktív számok, amiket itt láttok. A Facebook nagyon-nagyon durván vezet, 3 milliárd, közel 3 milliárd aktív felhasználója van havi szinten a Facebooknak, világviszonylatban, baromi sok. A YouTube-nak 2,3 milliárd, WhatsApp 2 milliárd, Instagram 1,4 milliárd, Facebook Messenger 1,3 milliárd, és hát megjelenik itt valahol a TikTok, ilyen 1 milliárdnál, itt nagyon jól mutatja ez egyébként ezt a számot, hát októberben 2021-ben átlépte a TikTok az 1 milliárd aktív havi felhasználó számot, ez egy nagyon-nagyon magas szám, Snapchat 538 millió, és akkor így tovább ezeket szépen át lehet tekinteni, de ad egy ilyen nagyon-nagyon gyors átikítést egy ilyen grafikon arról, hogy a különböző social media platformok azok hogyan helyezkednek el, mennyi user van rajtuk, mennyi embert lehet elérni. Ugye nagyon nem mindegy, hogy marketing tevékenységekkel mennyi embert tudunk ugye megcélozni. A következő azt mutatja meg, most kiemeljük a Facebookot, az előző 3 milliárdból, áttérünk most magára a Facebookra, ez azt mutatja meg, hogy ez a 3 milliárd felhasználó hogyan oszlik meg a különböző kontinenseken. Ugye itt látjuk a Worldwide adatnál, hogy ugye vagyunk mondjuk 10 milliárdan, akkor konkrétan a 10 milliárd emberből 35%-uk az így rajta van a Facebookon. Azért ez egy baromi magas szám, egy kicsit talán ki is rázott a hideg, ahogy ezt így kimondtam. Világviszonylatban az emberek 36%-a majdnem, az így rajta van a Facebookon. Azért ez egy baromi magas szám szerintem. És akkor itt le van bontva különböző kontinensekre, hogy a kontinensek mennyire aktívak ezen a social felületen. Észak-Amerika a legmagasabb, 71%, Karib-térség 70%, Ausztrália 56%, Európa 62%, ugye minket egyébként Európa fog érdekelni, hogyha a marketingről beszélgetünk, Közel-Kelet 55%, Ázsia 26%, Afrika 19%. Úgyhogy szerintem ez nagyon érdekes, meg kicsit így ijesztő is. Ez márciusi adat egyébként, 2021 március, azóta biztos még egy picit változott. Ez a közel 3 milliárd felhasználó, ez így összlik meg a Facebooknál régió szinten. A következő ábra, amit hoztam nektek, az már egyre jobban közeledjünk a mai standardekhez. Ez azt mutatja meg, hogy az adott social media felületnek hány évbe telt elérni az aktív felhasználók közül az 1 milliárdot években van kifejezve. Tehát még egyszer gyorsan összefoglalva, tehát bizonyos social media szájtoknak mennyi időbe, hány évbe telt elérniük az 1 milliárd aktív felhasználót. És hát látjuk, hogy a Facebooknak került a legtöbb időbe, 8,7 évig tartott elérniük az 1 milliárd felhasználót, WhatsApp 8,5, YouTube 8, Instagram 7,7, WeChat 7,1. A WeChat az egyébként egy ilyen ázsiai szoftver, az Európára nem jellemző, és hát a TikToknak már csak 5 évbe telt megcsinálni azt, amit a Facebooknak majdnem 9-ig. Úgyhogy ez adhat elég jó inputot arra, hogy mivel érdemes majd foglalkozni, meg miről fogunk beszélgetni kicsit. Tehát ami a Facebooknak 9 évbe telt, azt a TikTok így megcsinálta 5 év alatt. A Facebook Messenger szerintem annyira nem érdekes, mert ugye a Facebookból vált ki, de hogy a Facebook Messenger is már van aktív 1 milliárd felhasználó havonta, azért ezek nagyon nagy számok. De szerintem a Facebook Messenger annyira nem érdekes ebben az összehasonlításban. Ebből a TikTokot akartam kihozni nyertesnek, főleg, hogyha megnézzük majd ugye az age grupokat, tehát a felhasználói bázisát, akkor lesz igazán érdekes szerintem a történet. És akkor most térjünk át egy kicsit az általános statisztikákról, marketinges statisztikákra. Ez azt mutatja meg ez az ábra, hogy a marketingesek milyen százalékban használják az adott platformokat marketing célokra, nem csak ugye kapcsolattartásra, social media jellemzőkre, hanem konkrétan hirdetésre, reklámra és marketingre, melyik szájtokat használják. A halvány érték 2018-at mutatja, az erősebb, sötétebb érték pedig 2019-et. Ebből majd lesz jövőre új adat, amikor összehasonlítják ugye a 2020-at és 2021-et, az majd érdekes lesz egyébként, de hogy ez a legfrissebb, amit sajnos találtam. De az a lényeg, hogy a 2018-ban és 2019-ben a marketingesek 94%-a az így használta a Facebookot.
ez egy nagyon nagy szám, és ami érdekes, hogy mondjuk 2018 óta nőtt az Instagramnak a felhasználhatósága marketing szempontokra, 66-ról felugrott 73%-ra. Twitter egy kicsit csökkent, a LinkedIn is nőtt egy kicsit, YouTube is nőtt egy picit, Pinterest is nőtt, és egyébként a Snapchat egy kicsit csökkent. Az egyébként különböző elemzésekből ki lehet hozni, hogy egyébként ez a TikToknak is köszönhető, hogy a Snapchat az most csökkenő tendenciát mutat, úgyhogy nekik rá kell egy kicsit kapcsolni. De egyébként Észak-Amerikában még mindig nagyon jó a Snapchat, és nagyon sokan használják, de világviszonylati adatokban ez egyébként így érdekes lehet, hogy a marketingesek milyen eszközöket használnak évről évre. És akkor erről fogunk még egy picit beszélgetni tovább. Még egy TikTokos ábra, amit itt szeretnék megmutatni. Ez azt mutatja meg, hogy az amerikai tinédzserek, tehát a tinédzser korosztály, az 10-ből 7 amerikai, az így használja a TikTokot. Az jött ki az elemzésből. Az Instagramot 84%-uk használja, a Snapchatet 80%, tehát pont erre utaltam az előbb, hogy azért a Snapchat még mindig nagyon erős, és nem kell temetni. De ha marketing célokról beszélgetünk, akkor ugye láttuk, hogy a Snapchat az nem annyira erős. A TikTokot pedig már 10-ből 7 amerikai tínédzser az így napi szinten használja. Szépen a Twittert nem annyira, a Pinterestet nem annyira, és a Facebook az, ami itt nagyon érdekes, a többihez képest. Tehát, hogyha tínédzserekről beszélgetünk, és mondjuk tínédzsereknek szeretnénk értékesíteni valamit, valami marketing üzenetet szeretnénk közölni feléjük, akkor hát lehet, hogy elsősorban nem LinkedIn-t és Facebookot és Pinterestet kell használnunk, hanem TikTokot vagy Instagramot lesz célszerű bevetni ebben a palettában. Ez nem azt mondja, hogy nem kell Facebookot használni, csak hogy így az eredményességről, hogyha beszélgetünk, akkor ne várjunk a Facebooktól mondjuk háromszor akkor eredmény, mondjuk mint egy TikTok marketing kampánytól, vagy egy Instagram kampánytól lényegében. És akkor itt jön el az a rész, amikor így összehasonlítjuk az életkorokat, a Facebookot és az Instagram személyében. A Facebook természetesen a kék, a lila az Instagram, és akkor itt azt mutatja meg, hogy szintén Amerikában, hogy a bizonyos korcsoportok milyen arányban használják a bizonyos platformokat. Tehát a 18 és 24 éves korcsoport, 18-24 éves korig, Facebook 56%, az Instagram pedig 71%-ban használják. Regularly, tehát gyakran ezt a két platformot. És ahogy ugye látjuk is, ezen a ponton, 25 év felett, viszont az Instagram visszafordul, és a Facebook lesz előrébb. Ez nem meglepő egyébként. Tehát látjuk, hogy a fiatalok ugye milyen tartalmakat fogyasztanak, milyen tartalmakra kíváncsiak, Instagram jellegű tartalmakat fogyasztanak, az Instagramot fogják jobban használni. És ahogy elhaladunk minél idősebb korosztályba, úgy csökken majd az Instagramnak a száma, és úgy növekszik egyébként a Facebook is arányaiban. Nyilván egy 65 pluszos nénike nem fog éjjel-nappal Instagramozni, de hogy ezért még ez a 13% is egyébként talán meglepő, de hogy a Facebook az ezekben a korcsoportokban sokkal-sokkal erősebb, mint maga az Instagram. Jó, és hogy miért fontos ez, amikről beszélgetünk statisztikákról, azt szerintem most fog érdekes lenni, meg itt most már tényleg rátérünk a marketing vonzatú konklúziókra. Ez a Facebooknak az árbevételét mutatja meg ez az ábra, és lehet, hogy egy kicsit ezen elidőzünk, mert ezt szeretném, hogyha megértenétek, és átjönne az üzenete. Itt azt hiszem 2010-től, igen, tehát az első pötty, itt 2010, remélem az egeremet is látjátok a kurzort, ahogy mutogatok, ez 2010 az első pötty, és itt vagyunk 2021 harmadik negyed évében. Tehát ez a chart a Facebooknak az árbevételét mutatja. Millió dollárban szintén. Tehát mondjuk ez a 28 000 millió dollár, az ugye 28 milliárd dollárt jelent. 2021 Q3-ban. És így alakult a Facebooknak az árbevétele szépen. De itt van két nagyon fontos szín. És akkor erre szeretnék most kitérni, és ez tök jó, hogyha megjegyzitek, hogy ez miért fontos. Mert ugyanis a kék az a Facebooknak az olyan árbevétele, ami a hirdetésekből származik. Tehát a hirdetés felüli árbevételük, ez a kék. Ez meredeken emelkedik, míg a fekete, vagy ez a sötét kék, ez pedig minden más bevétele a Facebooknak. Minden más, amiből bevétele van, az konkrétan 2010-től, ilyen 2020 harmadik negyedévig, ez konkrétan így stagnált. Nyilván ez a bevétel is baromi magas, tehát egy negyed év alatt 734 millió dollár, az is nagyon-nagyon sok pénz mindenféle bevételből, de hogy szinte összehasonlíthatatlan a hirdetési bevétele a Facebooknak
a minden másfajta bevételéhez kapcsolódóan. Nem tudom, ez most így mennyire ment át elsőre. Tehát az a lényeg, hogy ugye a Facebookon tudunk hirdetni, és mi hirdetők a megjelenési helyért a Facebooknak fizetünk, ebből lesz a Facebooknak árbevétele. És a Facebook minél többet tud magából eladni, minél több felületet tud magából kiadni, hát annál több árbevétele lesz a Facebooknak. És ez a világos kék, a hirdetési bevétele nagyon-nagyon meredeken emelkedett a különböző években és negyedévekben, és hát nagyon nagy számokat produkál idén is a Facebook. És összevetve minden más árbevételéhez, tehát hogyha nem lenne hirdetés a Facebookon, akkor 734 millió dollárt keresnének, hogyha vannak hirdetések Facebookon, akkor 28 ezer millió dollárt keresnek, ami nagyon-nagyon nem mindegy. Úgyhogy ha azon gondolkodunk, hogy miért van ennyi hirdetés a Facebookon, hát az pontosan ezért van, mert árbevételből érnek, és hát a Facebook abból fog többet mutatni, amiből több pénze van. Úgyhogy ez lehet, hogy csúnyán hangzik, meg meglepő, de nem véletlenek ezek a következmények. Ezen az ábrán a Google-nek az árbevételét látjuk. Ez is nagyon hasonló ütemben növekszik. Itt sajnos most nem találtam olyan statisztikát, ami megmutatja, hogy itt szintén lebontva hirdetési bevételre hogyan alakul. Tehát a Facebooknak, és a Google-nek is, bocsánat, 2020-ban 181 milliárd dollár volt az árbevétele, és hát a Google is ugye hirdetésekből szerzi a nagy summát, úgyhogy nagyon nem mindegy, és azért nem látunk olyan visszaeséseket különböző negyedéveknél, mint a Facebooknál, hanem a Google konkrétan majdnem minden évben nagyon-nagyon-nagyon sokkal növeli az árbevételét, a profitját. Úgyhogy ezek szerintem elég érdekes statisztikák, kicsit ijesztőek is, de szerintem ezeket érdemes így marketingesen, legalább ezzel így évente így tisztában lenni, hogy merre megy a világ, és akkor ezt jól tudjátok majd használni. És akkor jött a 2020, amikor az időutazó megkérdezi, hogy melyik évben jöttem vissza, és elmondtuk neki, hogy 2020-ban jött, akkor egy ilyen fejet vágott az időutazó. Hát ugye mi történt? 2020-ban jött a Covid, és akkor az eddigi marketing folyamatokat, jól bejáratott gépezeteket, azokat szépen-szépen felülírta. Úgyhogy ezzel fogjuk egy kicsit folytatni, meg megnézni, hogy ez 2021-ben hogyan néz ki egy ilyen marketinges csatorna meg folyamat, és hogy én mikkel találkozom egyébként a hétköznapi munka során, de most fogunk tartani egy 3 perc technikai szünetet, csak azért, hogy megnézem, hogy közben jött-e bármilyen kérdésetek, hogyha most gyorsan eddig felmerült bármilyen kérdés, akkor ezt nyugodtan írjátok le, és akkor azokat gyorsan meg fogom nézni, és azzal folytatjuk. Úgyhogy ezt nézzétek meg, kérlek, hogy vannak ilyen kérdések, hogyha nincsen, akkor pedig folytatni fogjuk 3 perc múlva, és majd a végén megint tartunk egy ilyen szünetes blokkot, ahol kérdéseket lehet feltenni. Úgyhogy most van 39, 41-kor folytatom, addig pedig megnézem a kérdéseket, addig ti is nyugodtan álljátok fel, nyújtsátok ki magatokat, úgyhogy 2 perc is folytatjuk. Na, közben visszajöttem, és jöttek is kérdések, hogy ennek tökre örülök. Vissza is kapcsolódom a kamerámat, hogy egy kérdésekre legalább face-to-face tudjak válaszolni. Tök jó kérdések jöttek egyébként. Kezdjük Gábor kérdésével, hogy miért hirdessen az ember Tiniknek, ha fiatal felnőttek a fizetőképesek és a szülők, főleg TikTokon, ez egyébként egy jó történet. Hát most csak gondoljunk arra, hogy így általában mi volt akkor, amikor így még nem volt mondjuk internet, vagy nem annyira volt jellemző, hogy minden második háztartásban, vagy minden háztartásban van internet, akkor mit csináltatok? Elmentél anyukáddal vagy apukáddal vásárolni mondjuk egy Tesco-ba, fogtad a kezét, amikor kicsi voltál, és mondjuk találtál egy olyan reklámot, egy könyvet, vagy valamit, ami szépen meg volt dizájnolva, és akkor azt megmutattad, hogy egyébként te ezt szeretnéd. Tehát nem feltétlenül a szüleid veszik észre, hogy te mit szeretnél, hanem te impulzus vásárlással megkívánsz dolgokat, akár egy csokit, egy nem tudom, cukorkát, vagy akár valamilyen terméket, egy játékot, mert az neked tetszik, azt oda fogod vinni a szülődhöz, és könyörögni fogsz, akár toporzékolni is, hogy ezt vedd meg, kérlek. És nagyon hasonlóan működik egyébként az online tér is egyébként, meg hát az a fizetőképesség az egyébként letolódik, tehát egyre több tinédzsernek van már valamilyen saját jövedelme, akár egy házi munka, egy takarítás, meg hát mondjuk most jönnek az ünnepek, és nyilván vannak mondjuk tehetősebb családok, akik megengedhetik maguknak, ők azért adnak ilyenkor mondjuk a gyerekeknek pénzt, zseppénzt, és akkor ezeket szépen a gyerekek össze tudják gyűjteni, és hát tudnak saját eszközöket vásárolni, saját termékeket vásárolni. Úgyhogy az üzenet az célbe kell találjon, de nyilván ugye a vásárlóerőre is összpontosítani kell. Úgyhogy ez a kettő így összefügg szerintem. A marketingnek egy olyan üzenete van, amit így eltáplálsz gyermekként, vagy egy tinédzsernek így el tudsz táplálni, hogy ezeket így megismerje, és amikor fizetőképes lesz, akkor tud majd vásárolni, sokkal jobban tudsz ráhatni. Úgyhogy ez régen sem volt így, régen is voltak ilyen impulzus vásárlások, amikor a gyerekek oda mentek, hogy ezt vedd meg nekem, ez egyébként hasonlóan működik manapság is, hogy így lesznek vágyad, és azokat szeretnéd
kiállni vagy megvásárolni. Oké, remélem válaszoltam rá, de hogyha nem tiszta, akkor majd még beszélünk róla. Viktória kérdése pedig, hogy a mentorálás programra csak középiskolások jelentkezhetnek-e? Nem, bár van egy ilyen kérdés benne, hogy milyen középiskolába jársz, oda írj be valamit akkor, de hogy nem csak középiskolások jelentkezhetnek fiatal egyetemisták, végzős egyetemisták, és akkor erről tudunk beszélgetni. És az én munkámat hogyan befolyásolt a COVID, az pont erről fogunk beszélgetni a továbbiakban, úgyhogy erre ráéreztél. Spoiler, szerencsére a mi munkánkat az online térben nagyon jól befolyásolta a COVID. Nagyon előnyösen, sosem volt ennyi munkánk, és akkor ezzel folytassuk, úgyhogy pont jó volt az átkötés. Ha bárkinek van kérdése, akkor nyugodtan dobjátok be, és akkor egészkor ezzel fog zárni a kérdés szekcióban. Úgyhogy a videómat megint kikapcsolom, és megosztom újra a kijelzőmet. És akkor folytatjuk. Kérek egy visszajelzést, hogy látszik-e a kijelzőm nagyban. És hogyha minden oké, akkor megyünk tovább. Jó, még egy nagyon rövid statisztika, csak ide tartozik az előzőekhez. Ezek olyan statisztikák, ezt valósom a kérdést, hogy egyszerű megérteni. Milyen social media platformot tekintesz a legjobbnak, ahhoz, hogy elérd bocsánat, a vállalatodnak a céljait, vagy business goals, tehát a vállalatodnak milyen céljait tud elérni. Marketingeseket és vállalkozókat kérdeztek meg, tehát nem csak átlag felhasználókról beszélünk, hanem marketingesek meg vállalkozók azt nyilatkozták, hogy igen, a fehér az 2020, és a fekete 2021. Azt nyilatkozták, hogy 78%-ban Facebookot használunk, 62%-ban Facebookot használunk, ugye 2020-ban és 2021-ben. És akkor ezt egy érdekes végigtekinteni, hogy egyébként egy picit visszavettek Facebookból, és visszavettek Instagramból, és ami még nagyon érdekes egyébként, hogy a TikTok pedig mennyivel nőtt 2020 és 2021-hez képest, úgyhogy szerintem ez egy érdekes egy ilyen grafikont így áttekinteni, hogy milyen biznisz célok vannak, és azok hogyan növekszenek. És akkor most már áttérünk magyar adatokra, ez most már Magyarországra vonatkozik. Ez a kérdés azt feszegette, hogy a következő social media platformok közül melyiket használod többször a pandémia kitörése óta? Tehát milyen social media használatokat használsz gyakrabban a pandémia óta? Ez magyarországi adatok. Magyar vállalkozókat kérdeztek meg. Facebookot 43%, YouTube 35%, Instagram 20%, TikTok 10%. Szerintem, hogyha tavaly kérdezték volna meg a TikTokot, akkor ez még nagyon-nagyon alacsony lett volna. És akkor Magyarországon természetesen a Snapchat, a Twitter és a LinkedIn az nem annyira jellemző, bár ugye a LinkedIn az attól függ, milyen piacot kérdezünk, az érdekes lehet. De hogy a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok 4-es az így befutónak tűnik magyar vállalkozások körében is. És akkor még egy utolsó adat, aztán tényleg folytatjuk kézzelfogható dolgokkal is. Ez azt mutatja meg, hogy a különböző marketing eszközök az mennyire jellemzőek a COVID óta Magyarországon. Ugye nem csak social médiáról beszélgetünk már, hanem különböző marketing eszközökről is. És hát a kettő legfontosabb szerintem elő van. Azt látjuk, hogy a 82%-ban magasan a Facebook, és itt, ami bejön a képbe, az a saját weboldal, az AM website, tehát a saját weboldalunk, az a 69%. Tehát a két legfontosabb marketing csatornánk, vagy marketing eszközünk, az maga a Facebook, és maga a saját weboldalunk. És akkor minden más az igazából utána következik. Google hirdetések 46%, hírlevél, Instagram, saját blog, saját webshop, saját keresőoptimalizálás, ajánlások, vagy making offers, tehát hogy saját ajánlattétel, hideghívás, vagy hasonló sales feladatok, azok utána következnek. Tehát a két legfontosabb Magyarországon a COVID óta, az a Facebook és a saját weboldal, hogyha saját magyar vállalkozásokban gondolkodunk. Jó, a COVID hatása, pont ez volt az előző kérdés. Amit látunk, mert meg egyébként láttunk is, meg ez így előrejelezhető is volt, hogyha kitör esetleg egy világjárvány, vagy ilyesmi történik, akkor nagyon nem meglepő módon mi fog történni? Hát felértékelődik az online tér. Mindenki az online felé fog fordulni, és akkor olyanok is, akik egyébként eddig nem gondolkodtak online. És ez a ábra próbálja szemléltetni, hogy azok a vállalkozók, vállalatok, akiknek nem volt erős az online jelenlétük, hát azok igazából hajba kaptak, amikor jött a COVID, hogy na most akkor mit kéne csinálni, mert hogy be kell zárnom a boltomat, nem lehetek nyitva, módosult nyitvatartásom lesz, maszkot kell kitennem a boltomban, nem annyira jönnek az emberek, mert félnek például, akkor mi lesz? És hát a megoldás az igazából ott derült ki, meg ott lesz a megoldás ennek a dolognak, hogy konkrétan, aki eddig nem akart, az is mindenki weboldalt szeretne, vagy webshopot. A kettő között ugye mi a különbség?
És hogy miért kell külön webshopról is beszélni? Hát mert ugye, hogyha te egy szolgáltató vagy, mondjuk egy, nem tudom, most egy random példa, mondjuk takarítással foglalkozik a vállalkozásotok, akár autótakarítással, vagy ilyesmi, ugye nem fogsz árulni takarító eszközöket, hanem te akarsz takarítani, akkor ugye fel kell tenned a szolgáltatásaidat a weboldaladra, és akkor ezekre kell egyébként marketing eszközökkel ugye forgalmat terelned, meg eladnod magát a szolgáltatásodat. És hát mindenki weboldalt vagy webshopot szeretett volna, az is, aki eddig halogatta. És hát ez a halogatás, ez most kiütött, és akkor lényegében vizsgáljuk meg azt, hogy mi kell ehhez, hogy legyen egy saját weboldalod. Mert ez az alapja az egésznek. Tehát Facebookon meg Instagramon nem fogsz tudni akkora volument generálni, hogyha nincsen saját weboldalad. Ugye a többi eszközt arra használjuk, hogy a saját weboldalunkra tereljük a forgalmat. Hát a legelső az az, hogy valamilyen tárhelyi szolgáltatást igénybe veszünk, ugye ahol futni fog maga a weboldal. Hogyha van már jelenlegi tárhelyi szolgáltatónk, vagy van valamilyen meglévő weboldalunk, akkor ezt felül kell egyébként vizsgálni, hogy a megnövekedett látogatószámot azt egyébként el tudja majd viselni. Úgyhogy ez az első, hogy a tárhelyi szolgáltatásunk az tiszta legyen. A következő az, hogy ha mondjuk nem volt weboldalunk, akkor ugye kell egy weboldal, ha pedig van, de nem megfelelő, mert az mondjuk lassú, nem felhasználóbarát, régi, nem mobilbarát, nem szép íz, stb., nem kezeltük olyan gyakran, hát akkor kell egy új weboldal. Az új weboldal, ahhoz pedig kell egy tartalomkezelő rendszer, ezt hívjuk CMS-nek, vagy pedig egy weboldal motor, egy webshop motor fog kelleni, hogyha webshopot szeretnénk üzemeltetni. És hát a következő szempont, ami kell, hogyha már webshopunk van, akkor kell online fizetés. Ez most lehet, hogy meglepő lesz, de egy online fizetésnek az integrációja, az ilyen legalább egy hónapos munka, mondjuk teszteléssel együtt, minden együtt, A-tól Z-ig, szerződésekkel együtt, az ilyen egy hónap. Tehát, hogyha ma kitalálod, hogy szeretnél a weboldaladon online fizetést bevezetni, az ilyen egy hónap. Tehát, hogyha megjelent a COVID, és mindent be kell zárni, akkor te holnap nem fogsz tudni egyébként értékesíteni így egyből, lehet, hogy ahhoz kelleni fog egy hónap. Úgyhogy ez nagyon nem mindegy. Online fizetési integrációknak a bevezetése. Nyilván attól függ, hogy milyen weboldal motort használsz, meg ilyesmi, de hogyha mondjuk saját fejlesztésben gondolkozol, akkor ezek hosszú hetek lehetnek. És hogyha új weboldalról beszélgetünk, akkor hát annak kell egy új design, ezt drótváz készítésnek hívjuk egyébként, és akkor erre mindegyikre meg kell bízni ugye szakembereket. Tehát a weboldal nem úgy néz ki, hogy van egy weboldalas, akkor megcsinálja az egész weboldalt, hanem a fizetési integrációkhoz kell valami fejlesztő, a designerhez kell egy designer, egy UX-es, a szöveges tartalmakhoz kell valamilyen marketing szövegíró, aki tud szöveget írni, és nem csak azt rakjuk fel a weboldalunkra, hogy üdvözöljük a weboldalunkon, és így ennyit, hanem valamilyen kreatív szövegeket meg kell ugye írni, ez pedig kreatív szövegíróknak meg kell írni a tartalmakat. És akkor ami még nagyon fontos, hogy kell valamilyen hírlevél szoftver, vagy valamilyen automatizmus, hogyha vannak ugye vásárlások, akkor tudjunk ajánlani különböző dolgokat, termékeket, különböző reklámkampányokat bevezetni. Úgyhogy egy hírlevél szoftvernek is a bekötése és az automatizmusoknak is a megtervezése, az mind kell. És hát a COVID, amikor bejött, akkor ez egy elég hirtelen lecsapott így a vállalatokra és vállalkozásokra, hogy akiknek ezek egyébként nincsenek rendben, hát azokat meg kell csinálni. És hát ez nagyon nem mindegy, hogy ez mikor és hogyan. És hát ez, amit itt most így elsoroltam, ez körülbelül fél évnyi, vagy legalább egy évnyi kemény munka, ez, amit itt látunk, egy viszonylag nagy vállalkozásnál. Nyilván, hogyha van mondjuk 10-20 termékkategóriád, és azokban van mondjuk 10-20-30-50-100 termék, akkor ez nyilván nem annyi idő, mint ez. De hogyha van egy nagy webáruházat, vagy szeretnél egy nagy webáruházat, sok 10-20-100 termékkel, akkor ez egy fél évnyi, vagy egy évnyi kemény munka, amíg ezeken a lépéseken végigmész, és akkor még igazából ott vagyunk, hogy szeretnéd értékesíteni is. Tehát ez még csak a munka része, ahol fél évig, egy évig nem történik értékesítés. Ezt valakinek ugye össze kell raknia. És hát igazából, aki csak most kap észbe, az bőven elkésett. Tehát aki most így azt kitalálta, hogy szeretne holnapra egy webáruházat, vagy egy weboldalt, vagy hát egyébként van, de nem annyira jó, azt újítsuk meg, akkor ez így már rég elkésett, és akkor most kéne a piacról valamilyen szakembereket akasztani, és hogyha ezeket mind látjuk, ezeket a trendeket és a standardeket, akkor hát minden ilyen digitális vagy online vállalatnak, vagy vállalkozásoknak, akik ezzel foglalkoznak, hát borzasztó sok munkájuk lett hirtelen, és hát konkrétan szakember hiány van a piacon, marketing és ilyen online tervezés, weboldalkészítés szakmában, hát most hiány van lényegében. És hogy ezek a biztos alapok, amiknek meg kell lennie, és ez a fontos üzenet, hogyha ezek a biztos alapok nincsenek meg, akkor igazából minden más marketing csak ezután következik. Tehát, hogyha van egy félkész weboldalad, nincsenek meg a termékeid, a termékleírásaid, a kategóriáid, nincsenek ezek jól felépítve, nincsenek jó termékfotóid, akkor igazából marketingezheted, de hogy ez igazából utána következik.
Úgyhogy azért ez nem marketing, de hogy így az alapoknak rendben kell lennie, és akkor utána következik a marketing és az egésznek a felfuttatása. És akkor itt szeretnék nagyon röviden arról beszélgetni, mivel én foglalkozom. Én ugye a kereső optimalizálással foglalkozom, ezt nagyon röviden bemutatom, hogy ez micsoda. És szerintem egy weboldal megújítása vagy létrehozása során a projektnek a szerves részét kell képezni a kereső optimalizálásnak. Hát mit jelent ez? A weboldalunkat azt úgy kell felépíteni, akár a nulláról újra tervezni, hogy ez úgy épüljön fel, hogy olyan tartalmaink legyenek, amire a felhasználók egyébként keresnek. És a kereső optimalizáló szakemberek tudják megmondani azt, hogy a felhasználók egyébként mire keresnek a Google-ben, vagy különböző keresőkben, és hát arra kell igazából tartalmat gyártani. Úgy nevezzük el a kategóriáinkat, a termékeinket, ahogy arra a felhasználók rákeresnek, hogy ez benne van a közbeszédben, és egy ilyen keresési igényt kell kielégíteni, egy ilyen keresési szándékot. Tehát lényegében azt mutassuk, arra legyen tartalmunk, ami a felhasználókat érdekli. És ezután lehet egyébként tovább lépni, és akkor ezekre még hirdetéseket rakni, marketinggel foglalkozni, ha ezek a biztos alapok megvannak. Tehát szerintem minden ilyen weboldal megújításnak, vagy létrehozásnak az alapja, az maga a kereső optimalizálás. Tehát, hogyha weboldalt akartok készíteni, akkor szerintem a legalapabb dolog, amit el kell végezni, az maga a kereső optimalizálás. És akkor a design, a szlogen, meg minden ilyesmi, a képek, ezek utána jönnek. Az első a kereső optimalizálás, és akkor ezt nézzük meg, hogy ez mit jelent egyébként az, hogy kereső optimalizálás, az micsoda. Hát ugye Google-ről beszélgetünk, a Google-nek a felületéről, és hogyha beírjuk azt a kulcsszót, egy kulcsszónak nevezzük azt, amit ide beírunk, például az, hogy foghúzás, akkor a következő találati lista fog elénk vetülni, ez a Google-ből egy screenshot, és hát itt látunk olyan szavakat, hogy PPC, SEO vagy SEM, szép magyarul, és hát a kereső optimalizálás az a kék lesz, az a SEO, Search Engine Optimization, angolul ez lesz a SEO, vagy SEO, és akkor nézzük meg ezt, a zöld, itt látszik is felül, hogy ez a hirdetés, itt szépen látszik is, ezt nevezzük PPC-nek, vagy Google kereső marketing hirdetésnek. Ezekért ugye fizetni kell, hogy itt megjelenjünk, és a Google ebből szerzi az árbevételét, amit korábban néztünk is. És a kék az, amivel én foglalkozom a hétköznapi munkám során, hogy ide hogy lehet bekerülni. Tehát, hogyha beküldünk egy kulcsszót a Google keresőjébe, akkor hogy lehet minél előrébb kerülni a találati listában. Ezeket hívjuk organikus találatoknak, a kéket, és a zöld pedig a fizetett találatok. És akkor a kereső optimalizáló szakemberek azzal foglalkoznak, hogy ide hogy lehet bekerülni, és hogyan tudunk minél hosszabb ideig itt maradni lényegében, és akkor vissza tudjuk fejteni azt, hogy az emberek mire keresnek a Google-ben, arra hányan keresnek havonta, és hát rengeteg statisztikát tudunk ebből készíteni, és akkor a weboldalunkat úgy építjük fel, hogy az olyan tartalmaink legyenek, amire a felhasználók egyébként keresnek a Google-ben. És a kettőnek az összevont elnevezése az az SEM, tehát SEM, ez a Search Engine Marketing. Tehát ugye ezt a felületet is ugye marketingelni tudjuk, ezek itt mind marketing tevékenységek lényegében. Az, hogy ide milyen címet adunk, milyen leírásokat adunk meg, milyen URL-t adunk meg, ezek igazából mind marketing tevékenységek. És hát azért a kereső optimalizáló szakembereknek sincsen azért egyszerű dolga, mert például, hogyha beírjuk azt a kulcsot, hogy fogfehérítés, akkor a Google találati listája az jelenleg így néz ki. Itt van fent a rengeteg termék, utána következik egy hirdetés, még egy hirdetés, és utána következnek térkép találatok. Tehát konkrétan még egyet kell görgetni az adott oldalon, hogy ugye következzenek azok a találatok, amikkel mi foglalkozunk. Úgyhogy nekünk sincs azért egyszerű dolgunk, mert a Google ugye abból szeretne többet mutatni a felhasználónak, amiből pénze van, mert a Google-nek ugye itt nincsen pénze, ebből ugye nem kap részesedést lényegében. A marketing kifejezése is, hogyha rákerestek a Google-ben, akkor látni fogunk hirdetéseket, ez is hirdetés, ez is hirdetés, ez is hirdetés, és ez is, tehát négy hirdetés jön felül, és utána például következik az első olyan találat, amire nem kell fizetni, hogyha valaki rákattint a Google-ben. Úgyhogy én röviden ezzel foglalkozom, és szerintem ez az alapja minden egyes weboldal megújítási projektnek, mert így látjuk azt, hogy a felhasználóknak mire van lényegében igénye. És akkor itt válik ketté a két történet, ugye vannak a fizetett hirdetések, amikről beszélgettünk az előbb, ugye ezek a fizetett hirdetések összefoglaló elnevezése a PPC, tehát pay per click, azaz PPC, ez lényegében a kattintás alapú hirdetést jelenti magyarul, ugye ez van Facebookon is, ez van a YouTube videók előtt is, tehát hogyha rákattintasz, az a vállalkozás fizet az adott szolgáltatónak, ezért hívjuk kattintás alapú hirdetésnek, és ezzel szemben van a kereső optimalizálás, amiért ugye nem kell fizetni.
És hát itt vannak az előnyök és a hátrányok. A keresőoptimalizálás az egy nagyon-nagyon lassú folyamat. A magyar piacon is legalább 3-4 hónap, amíg ennek haszna lesz. De vannak olyan kompetitív piacok, például egy fogászat, ahol akár éveket is kell dolgozni azon, hogy ott legyünk a Google-nek az első oldalán. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Ezzel szemben a hirdetés az baromi gyors. Tehát, hogyha feladjuk a hirdetésünket, az akár órákon belül ott lehet a Google-ben. Úgyhogy nagyon nem mindegy, hogy dolgozunk valamiért egy évet, vagy dolgozunk valamiért és fizetünk. Úgyhogy nagyon nem mindegy. De ezzel szemben a keresőoptimalizálás az lényegében ingyenes, azért van macskaköröm között, mert ezt a munkát valakinek el kell végezni, tehát a maga a munkaórának a száma és a mennyisége, azt valakinek ki kell fizetnie, de hogy az maga a SEO az lényegében ingyenes, és ezzel szemben a PPC pedig hát fizetős, és hát nem is olcsó. De a PPC az ugye átmeneti, tehát addig fizetünk, ameddig lényegében van pénzünk, vagy ameddig ez megtérül nekünk, és ezzel szemben a SEO pedig ugye hosszan tart, folyamatosan ott lehetünk a Google-nek az első oldalán. Úgyhogy ez egy ilyen gyors összehasonlítás, szerintem érdekes erről a két területről. És akkor egy ilyen összefoglalóként a végére szeretném összefűzni az egész COVID-nak így a marketing kommunikációs tanulságát, hogy hogyan kellett kommunikálni a COVID alatt, milyen problémákba futottunk bele, hogyan kellett kommunikálni az ügyfelekkel, vagy a weboldalokon. Nézzük meg ezt. A legfontosabb a COVID alatt az érték közvetítés volt szerintem. Tehát a COVID miatt megjelentek az átgondolt vásárlások. Tehát sokkal több felhasználó meg vásárló átgondolt, hogy ezt a terméket nekem most biztos meg kell vennem. Hát, hogyha nem annyira fontos meg életbe vágó, akkor nem kell azt feltétlenül megvenni. Úgyhogy az érték közvetítés az egyik legfontosabb a vállalatok számára, hogy bemutassák, hogy az a termék az miért érték a felhasználó számára. De ugye fontos, hogy vannak ilyen közgazdasági trendek, és megjelennek ilyen bizonyos impulzus vásárlások is. Hát nézzük meg ezt a példát, amikor egy bunkerben megkérdezik, hogy hozott-e valaki kaját, mert ugye felvásároltuk a WC papírokat, meg akár az élesztőt, tehát vannak ilyen trendek, közgazdasági trendek, amikor ilyen impulzus vásárlások elindulnak, de ugye ezek időszakosak. De lényegében azt kell kommunikálnod, hogy a te terméked, vagy szolgáltatásod, bocsánat, az így a COVID alatt az miért érték a vásárlónak. Úgyhogy a nagyon rövid üzenete a COVID-nak az, hogy azt kell kommunikálnod, hogy a te terméked vagy szolgáltatásod az egyáltalán miért érték a vásárló számára. A következő, ami nagyon fontos a COVID hatása miatt, az árképzés maga. Tehát a megfelelő árképzés kialakítása, ugye néztük is a 4P-t az elején a marketing mixben, ugye volt az egyik P a product, a price, promotion és a place, és hát ebből az ár az nagyon-nagyon fontos, mert a felhasználók most sokkal érzékenyebbek az árakra, ez az infláció miatt van egyébként, tehát a pénzromlásnak következtében van ez. Ugye például ilyen most ugye az üzemanyag ára is, érzékenyek vagyunk ilyen az árakra COVID alatt. És akkor ami a legeslegfontosabb, hogyha online dolgokról beszélünk, az az analitika és az adatelemzés. Ugye minden, ami az interneten történik, azt mi vissza tudjuk nyomozni, és le tudjuk követni, hogy mi történt, látjuk a különböző felhasználói számokat, hogy mennyien jártak az oldalon, mennyi vásárlás történt, mennyi kosár elhagyás történt, milyen konverziós számok vannak, és hát aki eddig hanyagolt az analitikát, és az adatelemzést hanyagolta, annak most ebbe bele kell tanulnia. Tehát nagyon sok olyan vállalat és vállalkozás van, ahol bekötötték a különböző ehhez szükséges szoftvereket, különböző analitikai szoftvereket, de hogy soha életükben nem használták ezeket. Vannak ilyenek azért bőven, de hogy ezeket meg kell tanulni használni, vagy hát kiszervezni valakinek, aki ehhez ért, és akkor fog benne tudni segíteni. Az fontos, hogy minden ilyen analitikai eszköz, ami social media, az adott social media platformon belül van ilyen beépített analitikai eszköz. Facebooknak is van saját analitikája, az Instagramnak is, Pinterestnek is, TikToknak is, tehát ezeket vissza lehet nézni, hogy az adott hirdetés, vagy adott poszt az hogyan teljesített, mennyi bevételt hozott, ezeket szépen vissza lehet nyomozni. Illetve a weboldalba be kell kötni a különböző követő kódokat, ugye ezeket nevezzük sütiknek. Tehát, hogyha felmegyünk egy weboldalra, akkor feljön egy ilyen pop-up, hogy elfogadjuk-e a sütiket, és hát, hogyha elfogadjuk jó esetben, akkor ezek a különböző süti kódok le fognak futni, és akkor minden egyes adatot azt így látni fog a weboldalnak a tulajdonosa és adminisztrátora, hogy mennyi ideig tartózkodtunk a bizonyos tartalmakon, mit vásároltunk, mit tettünk a kosárba, mit vettünk ki a kosárból, tehát konkrétan ezeket így szépen ki lehet elemezni. És ezekre a leggyakrabban használt eszközök a Google Analytics,
A Google Search Console az pedig a Google keresőoptimalizáláshoz való, és hát vannak például hőtérkép jellegű szoftverek. A hőtérkép az azt mutatja meg, hogy te a kurzorodat azt hol húzod a weboldalon. Tehát konkrétan meg tudjuk nézni, hogy a kurzort azt hol használod a weboldalon, mennyi ideig vagy bizonyos gombok felett, hogyan hatnak rád a színek, hogyan olvasod a weboldalt. Ezeket szépen a hőtérképből ki lehet nyomozni, ilyen például a maga Hotjar is. Úgyhogy ezeket az eszközöket nyugodtan nézegessétek meg a Google-ben, nézegessétek meg a weboldalukat, és akkor így el fogtok tudni benne mélyülni. Ezek ingyenes eszközök, a Hotjarnak van fizetős verzió egyébként, és akkor ezt lehet kicsit ebbe elmélyülni. Úgyhogy nagyon röviden én ennyit szerettem volna nektek, most így ebbe az egy órába ennyi fért bele. Úgyhogy, hogyha bármi érdekel továbbiakban titeket, akkor én nagyon javaslom, hogy gyertek erre a marketing mentorálásra is, regisztráljatok be. Ezt a linket még egyszer bedobom majd a chatbe, és akkor töltsétek ki ezt a marketing mentorálás kérdőívet, regisztráljatok be, 6 kérdés van, és küldjétek el a jelentkezéseteket, és akkor egy órában tudunk beszélgetni akár felsőoktatásról, egyetemről, marketing szakról, szakokról, nem tudom, bármi, ami érdekel titeket marketingen belül, konkrét szakmáról, akár az én szakmámról. Meg ami nagyon fontos, hogy olyan kérdéssel is jöhettek hozzám, hogyha van valamilyen vállalkozásotok, vagy vállalkozás ötletetek, vagy családi vállalkozás, vagy hobbi projekt, akkor nagyon szívesen megnézem, és hogyha van bármi ötletem, vagy javaslatom, akkor tudok abba is segíteni, és akkor egy ilyen ingyenes egy órát még tudunk beszélgetni. Úgyhogy ezt most ide újra bedobom a chatbe, a kijelzőmet kikapcsolom. Videómat pedig vissza fogom adni. Jó, látom, hogy közben jött egy-két kérdés még, ezeket nézzük meg, és akkor utána el is köszönnék tőletek. Akit nem érdekel a kérdések, akkor azoktól nyugodtan elköszönök, és aki csak eddig tartott, és nincs igazából kérdése, az bátran mehet most egyébként. Akiknek volt kérdései, azok várják meg, és akkor azt megválaszolom. De mindenki, akit érdekelt ez a program, megtetszett neki, az jelentkezzen be a formon, és töltsek, és akkor mentorálás keretében tudjuk ezt folytatni. Úgyhogy eddig tartott a hivatalos program, köszönöm szépen nektek a figyelmet, és akkor a kérdésekre most itt válaszolok. Sziasztok! Oké, akkor Gábor kérdése újra. Másodéves marketinges milyen forrásokból tájékozódjon? Gondolod, hogy itt hazai és külföldi szaksajtóra, oldalakra, te mi alapján döntötted el, melyik területtel akarsz foglalkozni marketingen belül? Mit ajánlasz olyan kermarkos másodévesnek, aki még keresi, mihez kezdjen, merre orientálódjon? Jó, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, visszajöttek bennem is az emlékek egyébként. Ami nekem nagyon-nagyon hasznos volt, az vannak különböző magyar blogok, tehát a blogokat olvasgatni kell és érdemes, nekem is van egy saját marketinges blogom, olyan kérdésekre kerestem én is a választ, amire például lehet, hogy te is keresel, ez a marketingblogger.hu, meg hát van nagyon sok olyan magyar blog, ahol, amit érdemes olvasgatni, beírod a Google-be azt, hogy magyar marketing blog vagy hasonló, és akkor ezeket lehet olvasgatni szépen, meg hát a külföldi marketing blogok is nagyon-nagyon jók, úgyhogy ezeket lehet olvasgatni, angolul nagyon sok minden van. Úgyhogy szaksajtó itt nem nagyon mondanék egyébként, különböző marketing ügynökségeknek vannak weboldalai, én ezeket javaslom. Ha kell konkrét lista, akkor dobj egy e-mailt, és akkor elküldöm ezeket, ha gondolod. Te mi alapján döntötted el, hogy melyik területtel akarsz foglalkozni marketingen belül? Ez egy nagyon jó kérdés, és akkor ezt nagyon röviden összefoglalom neked. Én egyetem alatt is már dolgoztam, tehát én 2015 és 18 között csináltam az alapszakot a Gödöllői Szent István Caremark szakán, és én már az egyetem alatt kerestem olyan lehetőségeket, amikkel konkrét a marketingen belül tudok dolgozni, és dolgoztam két marketing ügynökségnél. Az egyiknél marketing asszisztens voltam, mindenféle marketing feladatban belekóstoltam, hogy így mik mennek, és a másik ügynökségnél pedig szinte már csak kereső optimalizálással foglalkoztam, és akkor onnan jött egyébként nekem maga a SEO is, hogy én ezzel szeretnék tovább menni. Meg ami még számomra nagyon-nagyon hasznos volt, az, hogy 2018-ban engem beválasztottak a Google-nek a magyar marketinges táborába. Ez egy 3 hetes marketinges tábor, ahol csak Google eszközöket és Google marketinggel foglalkozunk. Van rengetegféle előadás, amikre be lehet menni, amiket meghallgattuk, és van konkrét gyakorlat is. És akkor ott, hogy a marketingon belül így lehet beszélgetni arcokkal, és akkor ott is megbizonyosodtam arról, hogy én merre szeretnék tovább menni. És ez is egy jó döntés például. Nagyon érdekes az előadás, köszi. Van egyáltalán olyan terület az életem manapság, aminek ne lenne köze a marketinghez, ne kellene marketing. Hát szerintem nagyjából nincs, ugye ez is volt az első szlájdon rajta, hogy hát konkrétan te kommunikálsz, te milyen dolgokat használsz, meggyőzöl valakit a kommunikáció során, lényegében az is marketing szerintem. Első éves marketingesként is nagyon érdekes volt az előadás, köszönjük szépen.
Királyának örülök, remélem élveztétek. Akkor látom, elfogytak a kérdések. Úgyhogy tényleg javaslom mindenkinek, hogy ha van még egy órátok, akkor gyertek el a mentorálásra, és akkor ezt folytatjuk személyre szabottan, face to face, és akkor tudunk beszélgetni még egy órát. Megtaláltad az e-mail címemet? Beírom ide a chatbe, hogyha bárkinek bármi kéne, marketingblogger.hu. Tehát adam@marketingblogger.hu, ide jöhetnek e-mailek, hogyha van bármi kérdés felém. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, remélem azért hasznos volt számotokra. Sziasztok!